minden, ami külföld. Mai nap folyamán Kornéliával fogunk beszélgetni, 2020-ban a New Door közösségnek megálmodója és megalapítója, de nincs rohanjunk ennyire az időbe előre, kezdjük akkor, hogy hívjuk be Kornéliát, és beszélgessünk arról, hogy honnan kezdtünk, és hogy mi is a New Door közösség. Szia-szia! Szia, Szilvi, szia! Nagyon szépen köszönöm ezt a megtisztelő meghívást. Ami különlegesíti teszi egyébként ezt az alkalmat számomra, az az, hogy ez az első, életem első olyan felvétele, ami egyrészt videós interjú, több interjún vettem már részt, nyilván leginkább hanganyag felvétele mellett, úgyhogy ez az életem legelső videós interjúja, úgyhogy te vagy, aki a tekintetben bevezetsz ennek a sűrűjébe. Úgyhogy ebben is kitágítottam a képességek, illetve a lehetőségek tárházát. De amit ugye kérdeztél elsődlegesen egy picit akkor magamról, előjáróban annyit, hogy én a Unison Consulting cégnek vagyok egyébként úgy szintén az alapítója, illetve az ügyvezetője. Ez egy szervezetfejlesztéssel foglalkozó cég, amely jelen... Ahogyan most működik, gyakorlatilag 2013 óta működik így. Korábban főként fejvadászattal, munkaerőközvetítéssel, munkaerőkölcsönzéssel foglalkozott a cég, jó néhány éven keresztül, akár mondhatnám, hogy 10 éven keresztül, majd több ilyen kerülőúton végül eljutott oda, hogy olyan ügyfelei lettek, akiknek alapvetőleg a szervezeti problémáinak a megoldására sokkal-sokkal több rétű segítségre lett szüksége. És ebben a felállásban, ebben az új felállásban most már, jelenleg már egy csapattal együtt dolgozom. Olyan alvállalkozók dolgoznak ebben a cégben, akik egyébként coachként, trénerként, szervezetfejlesztőként, tanácsadóként vesznek részt ezekben a főként corporate, tehát főként business ügyfél projektekben. Kérdésem lenne még, mielőtt tovább megyünk, hogy itt csak magyarországi cégekről beszélünk, akiknek segítetek? Abban az értelemben magyarországi cégek, hogy Magyarországon működnek, van köztük olyan, amelyik multinacionális, és ebből adódóan az anyacég, az anyavállalat külföldön van, főként angol nyelvterületen. Nyilván az ő nevüket most nem fogom felsorolni, de alapvetőleg igen, magyar vállalatok, illetve leginkább KKV, illetve KKV szektorból nagyvállalattá fejlődött cégekkel dolgozom most, vagy dolgozunk most jelenleg együtt. A végzettségemet tekintve kommunikációs média tudomány, HR, gazdaságpszichológia, nagyon sok tanfolyam, online tanfolyam, illetve személyes tanfolyamon vagyok túl, ilyenek például a Theta Healing, vagy ilyenek mondjuk a marketinghez kapcsolódó egyéb ismeretek. Úgyhogy nagyon sok mindent tanultam, azt gondolom, hogy az elmúlt 10-15 évem aktív tanulással, az aktív munka mellett aktív tanulással telt. És hogy érintett titeket ez a COVID-helyzet Magyarországon? Tehát akár a céges részét, akár magánemberként? Én magánemberként azt gondolom, hogy nagyon sokat profitáltam belőle. Készítettem néhány jegyzetet, és csak ilyen szavakat írkáltam fel, és amik a legelőször jöttek, azok pont erre vonatkoztak. Hogy mi is történt valójában? Én azt gondolom, hogy kinyíltak a határok, bármennyire is úgy éreztük, vagy úgy vettük észre, hogy maguk a fizikai határok lezárultak, de az online tér az olyan határokat nyitott meg, és olyan lehetőségeket nyitott meg, azt gondolom sokak számára, amik korábban vagy nem voltak népszerűek, vagy Magyarországon nem voltak egyáltalán elérhetők, vagy inkább így mondom, divatosak. Tehát abszolút minden online térbe került. Azzal, hogy mi is a tevékenységünk nagy részét, tehát a tréningeket, a vezetőfejlesztést, az oktatásokat, de akár magát a tanácsadást is szinte majdnem 100%-ban áttettük, és át is tudtuk tenni online térbe. Így a tanulással, hogy az elérhető tanfolyamok, az elérhető oktatások nagy része is átkerült az online térbe, és ami még csodálatosabb szerintem ebben, hogyha ezt így magánemberként is hozzátettem, hogy nagyon sok, nagyon értékes kapcsolattal bővültem én magam az életemben. Ez nemrégében volt egy podcast interjú Tomek Naimivel, ahol hasonló témáról beszélgettünk, és
Noéminek is elmondtam, hogy óriási adománya volt ennek a COVID-nak az, hogy mint ahogy te is, rettenetesen sok emberrel beszélgetsz külföldről, és lehet, hogy ez mondjuk a te működésedben egy teljesen normális működés volt, és korábbról is hozott ezt a gyakorlatot, de például az én életemben ez egy teljesen új dolog volt, hogy olyan emberekkel találkozhatom, akikkel mondjuk földrajzi távolság miatt nem tudtam összekapcsolódni, viszont itt az online térben néhány perc és egy link kérdése, és tulajdonképpen már is egy térben vagyunk, és egymáshoz kapcsolódunk. Legyen ez egy tanfolyam, legyen ez konkrétan munka, mert hogy tanfolyamokon keresztül olyan kapcsolódásaim is lettek, akikkel konkrétan a New Door-on belül bizonyos projekteket indítottunk el, és projektekben, komoly projektekben dolgozunk, amelyek akár a nemzetközi piacra is kikerülhetnek majd. Kérdésem az lenne, hogy azt ugye tudjuk, hogy Magyarországon annyira nem, de sok külföldi országban nagyon-nagyon sokkal-sokkal természetesebb volt már ugye a COVID helyzet miatt kialakult helyzetet nézve, hogy online dolgoztak az emberek, freelancerként dolgoztak az emberek. Hogy látott a magyar cégeknél, akikkel ti együtt dolgoztok, hogy mennyire tudtak ehhez alkalmazkodni, mennyire tudták átvenni ezt a ritmust, és mennyire tudták magát az alkalmazottak ezt az egészet, vagy ez mennyivel több fejlesztést igényelt, mondjuk a ti részetekről segítséget? Jó a kérdés, köszönöm. Nyilván nem volt meg az a fajta biztos alap, az a fajta gyakorlat, ami mondjuk egy nemzetközi, külföldön működő nemzetközi cégnél megvolt. Eleve alapvetőleg volt egy olyan elképzelés, egy olyan hitrendszerre lehet ezt mondani a munkáltatók körében, hogy ha látja a kollégáját, aki bent dolgozik a munkahelyen, akkor tudja, hogy tényleg dolgozik. Valahol ez a szervezeti bizalmatlanság, ez, hogy nem tudom, hogy otthon mit csinál a másik, hogy mennyire hatékony, hogy tényleg tudok-e benne bízni, mik azok a feladatok, amiket adhatok neki, és mi az, amit nem. Ugye ez a fajta felfogás, ez egy óriási kultúraváltást jelentett és hozott, illetve ebben egy óriási átkattintásra volt szükség a vezetők és a tulajdonosok tekintetében. Sok idejük nem volt egyébként, és azt láttuk, hogy tényleg kapkodták a fejüket. Tehát az első néhány hónap az tényleg arról szólt, hogy úristen, egyáltalán jogilag nézzük meg, hogy mit is jelent a home office, hogy tudok például mondjuk teljesítményt értékelni egy olyan kollégánál, akit haza kellett küldeni. De aztán azt gondolom, hogy elég gyorsan helyreálltak a viszonyok, és mindenki megértette, hogy legalább olyan értékes tud lenni az a kolléga is, aki otthon dolgozik, mint aki nem. Nekünk alapvetőleg arra terjedt ki egyébként a feladatunk, hogy egyrészt felkészítsük őket erre a változásra, elmagyarázzuk nekik, hogy ez jogi értelemben munkavállalói, munkáltatói oldalról ez mit is jelent, és ami még izgalmas volt, az, hogy tulajdonképpen azokat a munkaköröket, amiket eddig bent az irodában vagy a cégnél láttak el, azokat át kellett dolgozni egyfajta ilyen home office-os működési verzióra. Ugye ebben segítettük még őket, és most, hogy visszarendeződés van, idézőjelben, ugye Magyarország azért eléggé előrehaladott ebben a helyzetben, jelenleg legalábbis nagyon sok cég már visszaállt, vagy visszaszerveződött. Ebben a visszaszerveződésben viszont azt látjuk, hogy érdekes módon nem 100%-os visszarendeződés van. Abszolút látszik, hogy vannak olyan cégek, akik ez alatt a jó egy-másfél év alatt átgondolták, hogy tulajdonképpen az a sok költség, ami terheli őket, például egy irodafenntartással, vagy egy kolléga bejárásának a támogatásával, csak ilyen apróságokat mondok, vagy nem tudom, étkezési hozzájárulással, tényleg apró dolgokról beszélek, azok mondjuk mennyire klasszul kivehetők ebből a költségcsomagból, és átszervezhetők, mondjuk átrakhatók, vagy áttehetők más típusú költségeknek a fedezésére. Tehát, hogy nem minden kolléga ment vissza valójában, illetve nagyon sok olyan átszervezésnek vagyunk a tanúi, illetve gyakorlatilag hát a szervezői is, ahol bizonyos munkakörök maradtak home office-ban, bizonyos munkakörök akár ezt lehet mondani, ilyen fél home office-ban, tehát mondjuk két munkanapot otthon dolgozik a kolléga, a hármat pedig bent a cégnél.
Tehát, hogy nem 100%-os a visszarendeződés, valami megváltozott, ez egészen biztos. És ami még nagyon klassz ebben az egészben, hogy maguknak a munkáltatóknak a fejében változott meg ez az egész sztori. Egészen másképp tekintenek az otthon dolgozókra ma már, és egy nagyon izgalmas párbeszéd alakult ki a home office és front office között, ami egyébként az első napokban óriási konfliktusokban teljesedett ki, és ezeknek a kezelésével is foglalkoztunk, de mostanra nagyon szépen kisimultak, azt gondolom, ezek a szálak is. Ez egy nagyon jó dolog, amit elmondtál így a vállalkozói élettel kapcsolatban, meg hogy változtatta meg, és még ehhez kapcsolódóan lenne egy kérdésem, hogy én azt tapasztaltam még Magyarországon, hogy sok esetben, hogy is mondjam, a nagy cégeknek a vezetői, és most itt nem nemzetközi cégekre, de mondjuk magyarországi nagy cégekre gondolunk, hogy a vezetőik általában idősebbek. Tehát nem a fiatal kategória, és ők hogy vették ezt a dolgot, hogy erről esetleg van-e bármilyen információt, bármi tapasztalatot, hogy ugye azért az online világban, hogy is mondjam, az idősebbek kevésbé vannak azért benne, és nem mondom azt, hogy nem értenek hozzá, sőt, de azért szerintem ez egy elég nagy kihívás lehetett a számukra. Igen, ezt jól látod. Alapvetőleg az én ügyfeleim, nem tudom, hogy mennyire vagyok szerencsés, vagy sem, de ők hát inkább a fiatalabb korosztályból kerülnek ki. Jelen pillanatban nem nagyon vagyok kapcsolatban olyannal, aki mondjuk ténylegesen az idősebb korosztályt képviseli. Nálam a ténylegesen idősebb korosztály az inkább a 60-on felüli korosztályt jelenti. 50-es menedzserekkel egyébként vagyok kapcsolatban, náluk látom azt, hogy elég komoly ez az agilitás, tehát ők nagyon fogékonyak arra, hogy ezt a teljesen új online világot ezt megtanulják, megértsék és használják. És van közöttük egyébként egy-kettő nagyon, nagyon ügyes, tehát tényleg, és borzasztóan kíváncsi az újdonságokra. De vannak olyan cégek, akik nem feltétlenül a Covid-ra hivatkozással, de talán ez inkább azt mondom, hogy rásegített arra a folyamatra, hogy átadják a fiatalabb generációnak a céget. Inkább sok helyen azt látom, hogy ahol például mondjuk egy ilyen dinasztiális kérdésről beszélünk, tehát mondjuk annak idején elkezdte a nagypapa meg a nagymama a céget, és utána vitte a fia vagy a lánya, és most pedig már kvázi az unokák, nem azt mondom, hogy várakoznak, de mondjuk akár aktívan már benne vannak ezekben a cégekben. Ők szépen lassan, itt-ott még kicsit téblából van, de azt gondolom egyre határozottabban és egyre ügyesebb lépésekkel haladnak előre afelé, hogy átvegyék a cégeket. Ők akarva akaratlan is behozzák ezeket az újdonságokat. Tehát az innováció az abszolút teret hódít minden akár azt lehet mondani családi vállalkozásból, kinőtt nagy vállalkozásban is, és ez nyilván így van jól, hiszen a világ folyamatosan változik, és nem nagyon lehet másképp reagálni, csak úgy, hogyha valaki felismeri azt, hogy ennek van nem csak szükségessége, hanem hogy ennek komoly értékei vannak, tehát amikor valamit újítunk, valami újat vezetünk be. És ehhez kapcsolatban nekem a személyes megélésem az, hogy én is rettenetesen sokat változtam ezen a téren. És nagyon örülök neki. Azért örülök, mert azt gondolom, hogy egy picit bele voltunk kényelmesedve ebbe a minden adott, már mindent ismerünk, már mindent nagyon magabiztosan használunk, azokat az eszközöket, azokat a folyamatokat, azokat az eljárásmódokat, ahogyan eddig dolgoztunk. Ó, hát az már megy, és tulajdonképpen el is, hogy mondjam, kezdett is már nagyon elhalványulni, vagy fakóvá válni az a fajta érdeklődés az új iránt, vagy az a fajta, nem is tudom, az a fajta szerelemérzés, ami gyakorlatilag el kell, hogy töltsön, amikor valami olyasmit csinálsz, amit szeretsz. Uh-huh. És tényleg már úgy voltam én is személy szerint őszintén a pandémia előtt, hogy már olyan nagyon-nagyon sok újdonságot nem érzékeltem abban, amit csinálok, és nem azt mondom, hogy közel álltam a fásultsághoz, vagy tehát kiégésről egyáltalán szó sem volt, de azt gondolom, hogy sok emberrel, akivel viszont foglalkoztam, akár coachként, akár mondjuk vezetőfejlesztésben, vagy akár bármilyen fejlesztésben, azt láttam, hogy ez a fajta nyugvó ponton maradás, vagy ez a fajta, nem tudom, egy helyben topogás,
ami így a pandémia előtt volt, az bizony kezdte kiváltani ezeket a nem is tudom, jeleket, hogy már nem voltak annyira motiváltak az emberek. Azt láttam, hogy nem annyira szerették már azt, hogy dolgozni kell, kicsit unták már a munkájukat, kicsit unták már azt, amit csinálnak, kicsit unták már a kapcsolataikat, nem volt benne friss. És a pandémia ilyen tekintetben, hogy minket az online világ felé tolt, ebben először jött egy óriási pánik nyilván, hogy úristen, most ezt hogy fogjuk kezelni, utána jött egy, na jó, hát hogyha kell kezelni, akkor nézzük meg időszak, utána még egy pánik, hogy fú, hát ez nem is olyan egyszerű, mint amilyennek gondoltuk, és nem vagyunk annyira felkészültek, mint amennyire szeretnénk, és utána végre jött egy ilyen megnyugvás, ahogy egyre inkább avatottnak éreztük magunkat, és egyre inkább azt éreztük, hogy na, hát ez nem is annyira bonyolult ez a sztori, és ráadásul milyen tök jó, már mennyi minden előnyel, vagy előnyt hoz a számunkra. Úgyhogy nekem is nagyon kitágította, azt gondolom, ezt a teret mindenképpen, és azt gondolom, hogy a tanulásban, ami egy folytonos és egy életfogytig tartó, vagy élethosszig tartó tanulás tulajdonképpen az élet maga is, de azt gondolom, hogy itt most még egy lépcsőt ugrottunk ebben, és ebben is kellett, a digitalizációban is előre tudtunk lépni, azt gondolom. Szerintem különben ez egy nagyon jó hatása ennek az egésznek, meg amit említettél ugye, hogy ez a újdonságok, hogy az ember nem az, hogy bele volt már fásulva, nem az, hogy unalmas volt, csak hogy szerintem így most kaptunk egy ilyen pofánvágást, hogy most mondok egy nagyon buta példát, például Ausztráliában volt ugye elsőnek nagyon jellemző, hogy mindenki felvásárolt a WC-papírt. És nekem például ez egy nagyon jó tanúság volt, hogy előtte tudod, elmész vásárolni, és akkor leveszem a WC-papírt, megveszem ezt, megveszem azt, és amikor már ezt is meg kellett tervezni, mert ez valószínűleg hiánycikk lesz. Tehát, hogy szerintem ez nagyon-nagyon sokat segített az embereknek, hogy nem volt annyira természetes már minden. És ugye az online világ meg ugye az segített abban, hogy az online vásárlás, mert akkor ott kiírja, hogyha nincsen, tehát, és mégis otthon ülök. Tehát szerintem azért ennek elég komoly, jó, pozitív dolgai vannak, és szerintem nem csak bizonyos személyeknek, hanem szerintem, hogyha ezt mindenki felismeri, akkor azért tényleg azt tudja mondani így visszanézve, hogy igen, ez egy jó dolog. És amúgy nektek van lehetőség arra, hogy mondjuk, ha én külföldön lévő magyar vagyok, és van egy cégem, akkor ebbe is tudtok segíteni? Abszolút. Azt gondolom, pont emiatt az online kapcsolódás miatt, pont a napokban keresett meg egyébként egy külföldön élő magyar lány, aki egyébként nem olyan régen indította a vállalkozását, de most már ugye informatikai vállalkozásról beszélünk, azért tudjuk, hogy ha innováció és a növekedés, akkor ott aztán ez egy roham történet, és valóban egy másfél év alatt egy elég komoly vállalkozásra nőtték ki magukat, és náluk pedig érdekes módon már eljött az ideje annak, hogy egy picit szervezetként is tekintsenek magukra. És hogy ez a fajta szervezetlenség, idézőben mondom, nyilván szervezetten működik, hiszen jól működik, de hogy ez a fajta szaktudás, amit képviselnek, azt a szaktudást, azt egy tényleg szervezet tudja kiszolgálni. Ehhez viszont úgy érzi, hogy eljött az idő, hogy külső szakértőket vonjon be, hogy ezt a céget tényleg úgy lehessen működni, ahogy már mondjuk kicsiként lehetett, de most már egészen biztosan nem. Így van. 2020 New Door közösség. Volt-e köze ennek az egész közösségnek a kitalálásához, az elindításához, magának a pandemiknek? Volt. Személyes megélésem megint. A sok pozitív után, vagy sok pozitív mellett azért nyilván volt egyfajta negatív hulláma. Én akkor amikor tulajdonképpen a kormány bejelentette Magyarországon, hogy lezárások lesznek, és tulajdonképpen az iskoláktól kezdve a boltok nyitvatartása is csökken, és egyébként különböző szabályokat vezettek be, akkor én még egy másik vállalkozásban is működtem, egy másik társas vállalkozásban, és ott viszont nem éreztem jól magam. Azt gondolom, hogy ennek sok oka van, talán ez nem is feltétlenül itt kell, hogy elhangozzon, viszont ami igen, az az, hogy,
hogy ami hiányzott belőle nekem, meg összességében az engem körülvevő életből, és de hozzátartozik minden, a család, a barátok, a munka, az a fajta közösség, és akkor tényleg itt jön ez a közösségépítés, ami most arra már egy ilyen komolyabb vonulatot vett. Hiányzott körülöttem, vagy mellőlem az a közösség, ahol lehet mindenki az, aki. Uh-huh. Nagyon egyszerűen megfogalmazva. Ahol nem az számít, hogy neked milyen papírod van, mennyire, hogy nem attól vagy hiteles, hogy neked milyen végzettségeid vannak, amit egyébként is sokáig műveltem, hiszen az a rengeteg papír, amit összegyűjtöttem, a végzettségeim, azok mind pontosan ugyanabból az indítatásból, tehát pont ez hajtott engem, hogy azt gondoltam, hogy minél több végzettséget igazoló oklevelem van, annál inkább vagyok hiteles. És közben minden mellett meg egyre inkább veszítettem el azt a fajta boldogságot, azt az érzést, hogy boldog vagyok, hogy örömteli az élet, hogy amit csinálok, az tényleg flow-ban tart, és van értelme annak, amit csinálok. Ez így kezdett elveszni. Én akkor azt gondoltam, hogy ez egy ilyen szakmai elmagányosodás, annak a folyamata az egy ilyen szakmai elmagányosodás. Aztán rájöttem, hogy nem csak szakmai elmagányosodásról van szó. Mert ugye mit jelent az elmagányosodás? Az, amikor azt érzed, hogy rengeteg ember vesz téged körül, tudsz velük beszélgetni szakmáról, de valójában, ami a te fejedben van a munkáddal kapcsolatban, azt igazából senki nem érti. Vagy nem érzi úgy, ahogy te. Nem érti úgy, ahogy te. És nem tudsz érdemben ilyen előrevívően vagy konstruktívan beszélgetni valakivel. Én akkor ezt így aprosztrofáltam. Azt gondoltam, hogy nincs meg az a csapat, akikkel én ezt tudom csinálni. És abban a társas kapcsolódásban is pont ugyanezt éreztem, más egyéb okok mellett. És amikor aztán rájöttem, hogy tulajdonképpen ez nem egy szakmai elmagányosodás, hanem ez egy spirituális elmagányosodás. Hogy én, mint ember, én, mint Nelly, nem találom a társakat a közös gondolkodáshoz, a közös megértéshez, az élettel kapcsolatos, vagy az élethez kapcsolódó alapértékekkel kapcsolatban, a világ megváltoztatásával kapcsolatban. Akkor, tehát amikor ez így tiszta lett, hogy ez tulajdonképpen egy spirituális magány, akkor rájöttem, hogy ja, hát nekem nem igazából egy cégre van szükségem, hanem nekem egy olyan közösségre van szükségem, és most félre ne értsd, most kicsit ilyen önzőn hangzik, lehet, hogy az jön ki belőle, hogy nekem szükségem volt egy ilyen közösségre, de hogy igen, ahhoz, hogy tudjak teljes életet élni, ahhoz azt éreztem, hogy egy közösséget szeretnék, vagy tagja szeretnék lenni egy közösségnek, amelyik arról szól, hogy mindegy, mi a te témád, mindegy téged, mi az, ami vezérel. Mindegy, hogy téged, mi az, ami bánt. Neked miben kell segítség? Te miben tudsz segíteni? De az alapértékeink, az alapgondolkodás, az alap gondolat az egy legyen. És ez tavaly augusztusban volt, amikor én azt gondoltam, hogy felkeltem egyébként egy reggel, és kiültem az ágy szélére, és egyszer csak az jött, hogy New Door. És egy pillanat alatt jött a név, és egy pillanat alatt jött az egész. És azt gondolom, hogy az ilyen pillanatok azok, amik tényleg a nagy dolgokat szülik. Úgyhogy nem is gondolkodtam rajta sokáig, elkezdtem azon, megcsináltam azokat a terveket, amik oda vezettek, hogy végül már egy ugye Facebookon, Spotifyon, Apple Podcasten is mindenhol, tulajdonképpen podcastekkel, Facebook tartalmakkal, írásokkal, közös gondolkodással, és hát közös projektekkel teli közösségünk van. Aktív tagok, akik ebben együtt fejlődnek, inkább azt mondom velem, mert hogy én is fejlődöm ebben a közösségben, ők egyébként a Theta Healing, illetve a Theta Healing tanfolyamok által kerültek közel hozzám. Emberileg is azt gondolom, hogy olyan csapatban lehetek, és iszonyatosan boldog vagyok, hogy ilyen csapatban lehetek, ahol értékes emberek, értékes gondolatokkal, iszonyatos tehetséggel megáldva együtt akarnak lenni, és szerintem ennél nincs is jobb. Az alaptézis ez volt, aztán picit konkretizálódott, és a fejemben tulajdonképpen most már
kezd kirajzolódni az a vízió, amit én valójában ezzel az egésszel szeretnék. Most azt érzem, hogy így közösség formájában nagyon jól működik, de ugyanakkor, miután mi fejlesztő eszközöket is fejlesztünk közösen, tehát olyan coach eszközöket például, amelyek ma még a világon nem nagyon találhatók meg. És hogy miért? Azért, mert hogy ezek applikáció formájában kerülnek majd piacra. Ugye a coach applikációknak a piaca még nagyon szűk, még nagyon nem lehet ezeket megtalálni, ezért ugye, miután ezekben a fejlesztésekben gondolkodunk, és ezek most már elég előre haladott állapotban is vannak, ezért körvonalazódik egy cég, amelyik tulajdonképpen a New Door nevet fogja majd viselni. Éppen tegnap álmodtam meg a New Door Products nevű cégnevet, mert hogy azoknak a produktumoknak, amiknek a közös létrehozásán dolgozunk most is, tulajdonképpen ezeknek lenne ez a kvázi nemzetközi forgalmazója. Úgyhogy ez nagyon jó. De ez szépen akkor így, nekem is különben így volt a minden, ami külföldnél, hogy ez a egyszer csak így fölkeltem, és akkor így volt valami így elképzelésem az egészről, és aztán eltelt mitten x idő, és utána, ugye, tehát amikor így kitisztul, hogy ténylegesen mi a célom, ténylegesen mit szeretnék, tehát hogy a lépések azok megvannak, de el kell idáig jutni. De ez nagyon-nagyon jó. És ezen kívül mik a távlati tervek? Ugye attól függ, hogy hova visz majd minket ez a produkció, tehát ez a közös termékfejlesztés. Én azt egészen biztosan tudom, hogy én mit szeretnék a táblatokban. Én azt szeretném, hogy a következő 10-15 évben leginkább, egyre inkább az legyen a feladatom, hogy ötleteket gyártsak, és termékek létrehozását indítsam el, vagy akár vezessem. Ugye most már e köré is egyébként egy csapat kezd kirajzolódni, tehát fejlesztőkkel, UX-es kollégával, designerrel, tehát hogy abszolút egy ilyen nemzetközi csapat. Ráadásul ugye vannak már olyan készülőben lévő hanganyagok, akár ilyen meditációs anyagok, amik majd aztán applikáció formájában úgy szintén kikerülnek, és én azt szeretném, hogy ez így is legyen. Tehát ezt a tendenciát látom igazából jónak, és amikor én megkérdeztem magamtól, hogy mit szeretnék majd ezekkel a termékekkel, akkor egyelőre még konkrét választ nem kaptam magamtól, viszont az biztos, hogy amiért csinálom, azt a célt nem szeretném, azt a fókuszt nem szeretném elveszteni. Uh-huh. És a fókusz az nem más, mint az, hogy segíteni, adni. Hiszen ezek olyan eszközök, ezek olyan coach eszközök, vagy olyan segítő eszközök, vagy segítő, támogató, nem is tudom, produktumok, amelyek kicsit közelebb hozzák azokat az embereket is ezekhez a technikákhoz, akik korábban soha nem próbálták ki. Tehát, hogy legyek egy kicsit egyszerűbb, vagy egyszerűbben fogalmazzak, mondjuk az a menedzser, aki egyébként alapvetőleg borzasztóan kíváncsi lenne arra, hogy hogyan tud mondjuk egy coach neki segíteni a mindennapi elakadásaiban, tehát nem a vezetői elakadásaiban, mert a vezetői elakadásaiban általában jó esetben, akkor inkább így mondom, tud segíteni neki egy business coach, vagy ha éppen erre tud időt szánni, akkor, vagy mondjuk a munkáltató szán erre, akkor van is akár neki ilyen segítője. De hogy mondjuk reggel, amikor felkedés, mondjuk azzal van tele a feje, hogy éppen majd nagyon fontos tárgyalásom lesz, és arra hogyan készüljek, vagy még soha nem meditált, nem tudja, hogyan vegye a levegőt, egyáltalán hogyan tudjon stresszt oldani. Tehát, hogy ilyen abszolút funkcionális alap eszközöktől, az egészen profi eszközökig minden ebben a fejlesztésben benne van. Hmm. Tehát, hogy ők is tudják használni, vagy mondjuk az otthon ülő gyerekekkel otthon lévő anyuka, akinek egyébként konkrétan pont 10 perce van arra, hogy egy kicsit ránézzen arra, hogy úgy is van, és mondjuk ezzel az applikációval, mondjuk az egyszerűbb, a rövid, tehát a shortcut változattal azzal mondjuk el tudjon jutni egy megnyugtató állapotba, hogy tudjon végre fókuszban lenni azzal, ami a mindennapi feladata a gyerekekkel, az őt körülvevő őrülettel, az ugató kutyával, meg az éppen jövő, nem tudom, szomszéd kérésével. Tehát, hogy neki is tudjunk segíteni. Tehát a hétköznapi elakadásoktól, a hétköznapi emberek
elakadásaitól egészen a vezetők elakadásáig minden, és gyakorlatilag ennek a, ezeknek a különböző produktumokban való megjelenítése, vagy eszköz megjelenítése lenne az, amivel mi szeretnénk a piacra menni, angol és magyar nyelven mindenki által elérhetővé tenni ezeket. Közösséghez akkor tulajdonképpen, mivel ugye ez is egy online dolog, akkor ugye a világ minden pontjáról lehet csatlakozni, hogyha az ember ugye szeretne ebbe. Így van, abszolút. Abszolút, én ismered Réket, tudod, hogy kiről van szó, virtuális asszisztens, ugye, ahogy egyébként annak idején én is elkezdtem keresni, hogy ha már virtuális világ, akkor legyen az asszisztens is virtuális, de aztán végül is egy nagyon kedves és közös ismerősön keresztül jutottam el hozzá, és ugye Réka az, aki egyébként a most készülő podcasteknek is a hanganyagait vágja, illetve azokat a legtöbb írásnak, tehát a hosszabb írásoknak is gyakorlatilag ő az írója, ami megjelenik most a Facebook oldalon. Van, amikor én is osztok meg írásokat, de alapvetőleg ő ennek a pumpája, vagy a szíve, a középpontja, és szeretném, hogyha ez az együttműködésünk, ez egyre színesebb és egyre tágabb teret kapó lenne. Nagyon szeretném, hogyha akár olyan előadásokat is tudnánk létrehozni, amelyek mondjuk akár ilyen webináriumok formájában elérhetővé válnak. Nem tudom, azt mondod, hogy engem nem tudom, a stresszkezelés érdekel, mint téma, akkor fel tud menni mondjuk a Nyúdornak az adott webinár oldalára, és meg tud nézni azt, hogy ezzel kapcsolatban milyen előadások vannak fenn. És hogy ennek a közösségnek egy idő után azt remélem, hogy az ilyen komolyabb vállalkozásokban is nagyobb tere lesz, vagy nagyobb helye lesz. Tehát adott esetben, hogyha valaki nem csak kapcsolódni szeretne ez a közösséghez, mert érdekli az, amit kiteszünk, meg akarja hallgatni, el akarja olvasni, kommentelni akarja, hanem mondjuk nagyon szívesen venne részt az ilyen munkákban, akár tréner, akár coach, de akár egyszerűen hétköznapi emberként, mert neki ehhez hozzászólni valója van, és tud róla beszélni, és hol tud kommunikálni. Abszolút szívesen veszük, hogyha jelentkezik azzal, hogy itt vagyok, és egyébként abszolút el tudnám képzelni azt, hogy beszéljek embereknek arról, nem tudom, hogy kell a stresszt jól kezelni, mondjuk otthon, amikor gyerekkel vagy otthon például. Tehát, hogy olyan témák, ugye a stresszkezelésnek is, mondom, a hétköznapi stresszkezelést, és a hétköznapi tényleg értsük jól, egészen a menedzser stresszkezelésig, vagy a vezetői stresszkezeléséig minden szemszögéből, és minden megközelítésben. Azt viszont azért meséld már el, kérlek, hogy a Rékára hogy találtál rá, mert az egy elég érdekes történet, hogy ez hogy is történt. Én írtam erről egyébként, és ezt ki is tettük, vagyis ki is tettem, igen, a Facebook oldalra, tehát a Nyúdornál lehet olvasni, valakit ez részletében érdekel, de így ki is jött belőle, mert annyira vicces volt. Kerestem virtuális asszisztenst, és kerestem már egy ideje. Több közösségnek is tagja vagyok én is, több csoportnak tagja vagyok én is, és mindenhova írkáltam, hogy esetleg ha valaki tud, vagy ismer olyat, aki. És jöttek különböző ajánlások, nem tudom, és aztán a kedves közös ismerősünk egyébként mondta, hogy de akkor még nekem ez nem esett le, hogy ők tényleg ilyen szoros baráti kapcsolatban vannak, csak annyit mondott, hogy olvassam el az írásait a minden, ami külföldön. Így jutottam el egyébként a te platformodra is, és nézegettem körbe, hogy fú, hát ezek baromi jó írások, hát ezek baromi jó interjúk, ezek nagyon jó cikkek. Fú, ez a lány ez pont úgy ír, ahogy én, és teljesen úgy fejezi ki magát, és Jézus Mária, nekem ezt a csajt meg kell keresnem. Felírtam a nevét, Paulikovics Réka, és utána elmentem egy Theta Healing tanfolyamra. Az volt hosszú idő után, tehát így a pandémiának a közepén, amikor végre egy kis feloldás volt, és akkor lehetett menni, és akkor végre lehetett személyesen is picit kapcsolódni, és elmentem Székesfehérvárra egy Theta Healing tanfolyamra, és beültem a kétnapos tréning első napján, és körbe bemutatkozik, és egyszerűen nem is esett le. Tehát egyáltalán nem. Viszont a naptáromban be volt írva, hogy nekem másnap reggel hívnom kell ezt a csajt. És kezdve, de hazamentem, és amikor hazaértem az első nap végén, akkor ránéztem, hogy holnap mit kell csinálnom azon kívül, hogy megyek tanfolyamra, és láttam, hogy fel kell hívnom a Paulikovics Rékát. És akkor jöttem rá, hogy akkor ez az a Paulikovics Réka, akivel én találkoztam. Úgyhogy másnap reggel azzal kezdtem, hogy
ha te vagy az a Paulikovics Réka, aki egyébként ír, ha minden, ami külföldön, és nagyon tetszik, ahogy ír, akkor léci, segítenél nekem. És tulajdonképpen így történt, úgyhogy a kicsi világ, és sok a kapcsolódás benne, de azt gondolom, ez se véletlen, abszolút. Hát abszolút nem, ugye meg engem is már meghívtál ugye egy podcast beszélgetésre, tehát hogy szerintem ez nagyon jó, és én azt gondolom különben, hogy ahogy mondtad is, ugye, hogy a mostani átrendeződés miatt, vagy akár ugye az online világnak a megnyilása miatt, ez egy nagyon jó dolog, hogy attól függetlenül, hogy különböző országokban vagyunk ugye most mi is, ugye te Magyarországon, én Angliába, tehát, hogy és mégis itt ülünk és beszélgetünk, és néha olyan érzésem van nálad is, mint hogyha már otthon mi már rengeteget találkoztunk volna Magyarországon, és már, mit tudom én, már bográcsoztunk volna, tudod, már egy pálinkát megittünk volna valami, de nem, tehát nem, de mégis szerintem, még akkor is, hogyha nem személyes, szerintem lehet nagyon-nagyon jó barátságokat, nagyon jó kapcsolatokat kialakítani online. Tehát abszolút. Viszont ugye meg hát ez is egy nagyon jó példája annak, amit mondtál a New Door-ral kapcsolatban, hogy ez jött, megszületett, szépen fejlődik, és hát tulajdonképpen nincsen határ, online világnak szerintem semmi nem fog határokat szabni. Az biztos. Én is ezt gondolom. És visszatérve arra, amit mondtál, hogy a New Door közösségben is van egy ilyen nagyon mag, néhányan vagyunk, és képzeld, most ugye itt van a nyár, és egy picikét végre lehet hazajönni, és Németországból, Írországból, Angliából, Ausztriából jöttek haza tagok, és most találkoztunk először. Úgyhogy egyébként nem tudom, 7-8 hónapja konkrétan projekteken dolgozunk együtt, meg beszélgetünk, meg folyamatosan online térben együtt vagyunk, és ez az érzés, amikor így megláttuk egymást, így elmentünk Szentendrére, beültünk egy étterembe, egy teraszra, és ott így összeölelkezés volt, és egység, és New Door, és ott ölelkeztünk, és mindenki sírt, és nem is hittük el, fogtuk egymás kezét, azon csodálkoztam az egyik lánynak, milyen pici kezed van, úristen, és tényleg, mint az Ovi-ban olyanok voltunk, de hihetetlen felemelő volt az, hogy tényleg úgy éreztük mindvégig, mint hogyha mindig is ismertük volna egymást. És az, hogy most találkozunk először személyesen, az tulajdonképpen tényleg a fizikaiban adott hozzá. Tehát annyit adott hozzá fizikaiban, hogy milyen, mekkora a kezed, milyen a lábad, jé, neked tényleg milyen jól áll ez a szín, vagy hogy hú, nem is tudtam, hogy ennyire zöld a szemed, mert hogy nem látod, tudod, konkrétan az online térben. Tehát, hogy ilyenekre csodálkoztunk rá, de valójában a lelkünket, amit meg már tényleg kitettük az asztalra, és kibontottuk, kinyitottuk, és tulajdonképpen tálcán kínáltuk ennek az egység csoportnak, vagy ennek a New Door közösségnek. Az meg olyan ismerősen köszönt a másikra, hogy hihetetlen. Szóval, hogy ez valami csoda, ez az online dolog, és lehet engem megkövezni, lehet azt mondani, hogy hú, hát nekem annyira nem jött be, de én azt gondolom, hogy az én életemben legalábbis óriási változás generált, és ez pozitív értelemben. Én nagyon szépen köszöntöm a beszélgetést, viszont még egy utolsó kérdésem lenne, hogy a következő nagy lépés, ha lehet így mondani, ami már publikus lesz, az körülbelül mikorra várható? Éppen most vagyunk ugye a fejlesztésnek egy olyan szakaszában az egyik applikációval, ahol tulajdonképpen most még akár lehet azt mondani, hogy akár befektető is kíváncsi a dologra. Uh-huh. Ahogy ezt tulajdonképpen letisztáztuk, azt gondolom, hogy legkésőbb a nyár végére ez teljesen teljes szerződés szinten is meg tud valósulni. Ami azt jelenti, hogy onnan tulajdonképpen hetek kérdése, hogy a kész applikáció ki tudjon menni a piacra, mi nagyon drukkolunk neki, nagyon reméljük. Egy picike első lépés talán annyi, hogy meditációk azok már jelennek meg majd applikáció formájában korábban is. Ezeknek a szinkronja most megy, illetőleg ezeknek a hangfelvétele az éppen most folyik. Valószínű, hogy ezek már talán a nyár végén kint lesznek, de a nagy durranás, amivel viszont készülünk, azt gondolom, hogy az ősszel, és hát ezt nagyon várjuk, ezt tényleg rettenetesen várjuk, reméljük, hogy tényleg így is lesz. Én nagyon sok sikert kívánok nektek, sok tagot és sok építő jellegű dolgot, mert szerintem, amit elmondtál, ez egy nagyon jó dolog, főleg ugye, ahogy beszéltük, hogy az online világgal ugye bárhol is vagy a világon ugye elérhető. Nagyon szépen köszöntöm a beszélgetést, és keresni foglak mindenképpen ősszel, hogy akkor tartsunk egy
hogyan lett, mi történt, és egy tulajdonképpen, hogy akkor milyen elképzelésetek, milyen új ötleteitek vannak. Úgyhogy én nagyon szépen köszöntöm az idődet, köszönöm szépen, hogy akkor elmondtad a tapasztalataidat, köszönöm szépen akkor ezt az egész beszélgetést, és még egyszer sok sikert kívánok. Nagyon köszönöm, nagyon szépen köszönöm, megtisztelő volt, hogy itt lehettem veled. Szia, sziasztok! Szia.